Start. Start, elindult a 2018-as lóverseny szezon, a megnyitó verseny díjjal és a nagy favorit Longines 7-essel. Az indítást követően a külső startszáma ellenére már az élen van, és le tudott csukni Vittyának is. Longines, Vittya és Donnie, ez az első háromló sorrendje, a jó tempónak köszönhetően egy pillanat alatt megnyúlni látszott a mezőny, és Libasorban rendeződtek, Ultimate Force pedig ott van a negyedik helyen. Libasorban tehát az ügető lovak, amikor még mintegy 1400 méter van hátra a versenyből, Longines közel 20 méterrel vezet, a nap nyerője, eddigi hazai pályafutása egészen csodálatos, 3 start, 3 győzelem, utoljára már 17-3-as kitűnő időt ügetett, hát nem kell ilyen jó idő ahhoz, hogy ezt a versenyt megnyerje, minden esetre egy körrel a vége előtt biztos több mint 20 méteres előnnyel vezet. Hát egyelőre Longines úgy tűnik, hogy most sem lehet megállítani, továbbra is nagyon-nagyon magabiztosan sétál a frontban. Mögötte Vittya továbbra is a második, Donnie pedig a harmadik. Kiba nélkül kezdett Victoria Top Secret, és ott van versenyben Ultimate Force tulajdonképpen egymás mögött. A két outsider pedig a sor végén, bár egyelőre sem útonálló, sem pedig Timur nincs kiszakadva. Longines nem nagyon tudják megközelíteni, ez a 20 méteres előnye, ez tulajdonképpen már az első kanyartól kezdve megvan. Mögötte viszont némi mozgolódás, jön feljebb Ultimate Force, illetve Victoria Top Secret, és talán Donnie-t másodperceken belül mind a ketten meg fogják előzni, és mind a ketten megérkeznek oda Vittya mellé. Tehát egyelőre abszolút úgy tűnik, hogy érvényesülhet a papírforma a szezon első versenyében, a megnyitó versenyben. Az utolsó 600 méterhez közeledve Longines előnye továbbra is, azért egy legalább 10 méteres, egy picit közelebb kerültek hozzá a többiek. Belül ott van a második helyen Vittya, mellette Ultimate Force, harmadik spurban pedig megérkezett most már Victoria Top Secret is. 500 méter van még hátra a versenyben, és Longines továbbra is nagyon magabiztosan vezet, benne a falon Vittya tartja a második pozíciát, mellette Ultimate Force, a harmadik spúrban pedig Victoria Top Secret, a többieknek már elég komoly a hátránya. Jönnek lovak lassacskán a verskanyar utolsó felébe, Longines vezetésével, Longines csak sétál, ahogy arra lehetett számítani, Longines biztos győzelmével kezdődhet a 2018-es szezon, még mindegy 200 méterre van hátra, a második helyért még talán lesz küzdelem, de a harmadik helyért egészen biztos. Vittya jó versenyt fut Márton Lajossal, és sok jó helyezését egy újabb helyezésre válthatja. Victoria Top Secret most fog elindulni a végén. Longines megnyerte a versenyt, Vittya mögötte a második, Victoria Top Secret lett a harmadik. Itt célfotó fog dönteni, és az biztosnak tűnik akkor, hogy Ultimate Force lehet majd a negyedik. Hölgyeim és uraim, a megnyitó verseny győztese 2018-ban a favorit, a hetes Longines, Horváth Györggyel.